Ezek a képek lehetnének egy kellemes nyáresti grillezés képei egy pohár borral kísérve. Nem azok dolgoznak a kovácsok, zúgnak a gépek, motorok, terjed a gázolaj és benzinillat a levegőben. Újfehértón 15. alkalommal rendezték meg az országos gépészkovács találkozót. Az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényét tartják minden évben megyénkben. 2009 előtt fogalmazódott meg a fejemben, úgymond. Láttam más településen kisebb volumenű rendezvényeket, és én azt gondoltam, hogy ezt Újfehértónak is látnia kell, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának, hiszen most már büszkén mondhatom, hogy az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, és hát azt fontosnak tartottam, hogy azokat az értékeket gyűjtőként, mert én magam is gyűjtő vagyok, ami itt a megyében, vagy tágabb körzetünkben, országban, esetleg az elcsatolt területeken fellelhető, azokat minél többen begyűjtsék, és ezzel a rendezvénnyel a gyűjtősi kedvnek is egy lendületet adtunk. Szinte név szerint tudom mondani, hogy 2009 óta itt a környéken kik azok a gyűjtők, akik bekapcsolódtak ebbe a fajta munkába. A fúvós zenekar játékával vette kezdetét a program hivatalos része. A megnyitón Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, mennyire fontos megőriznünk és átörökítenünk mindezeket az ismereteket és hagyományokat. Én is olyan környezetben nőttem fel, ahol körbevettek bennünket azok az ősi örökségek, amelyeket a nagyapám még használtak, dédapám még használtak, és ott persze megjelentek gépek is. De azt hiszem, hogy a mai rendezvénynek a jelentősége azért ezentúl tényleg abba áll, hogy azt a régi tudást, amely nagyon kellett ahhoz, hogy az ember talpon maradjon nehéz időkben is, azt a régi tudást, azt ezek az eszközök, ezek a gépek, ezek magukban tartják, magukba szívták, és ezt most egy ilyen rendezvények keretében is át lehet adni az utánunk következő nemzedéknek, és jó látni azt, hogy itt azért már 15 éve ez az örökség átadás, ez folyamatos, és jó látni azt, hogy azért az a régi paraszti tudás, amely tényleg nagyon-nagyon fontos a megmaradásunkhoz, és az még mindig jelen van közöttünk, és él tovább. Ezt a motort darabokból rakta össze a tulajdonosa, egy tél alatt készült el. Zsubor Imre igazi szenvedélyes gyűjtő. Ez 1959-es, ez egy TLB Pannonia, azt kell tudni róla, hogy körülbelül 3300 darabot csináltak belőle, és nagy részét az NDK-ba, nagyon kevés maradt Magyarországon. Nem egy sikeres, nagyon szép motor, de szerelés szempontjából is drága. Utána bejött ez a T5-ös, és inkább az Oroszország exportálta, és a T5-ös lett a sikeres, ami mindenkinek a Pannonia, a fekete Pannonia. A rendezvény a hagyományokhoz hűen a felvonulással zárult.